Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket személyes jelenlétükkel. Köszöntöm, akik élőben interneten néznek minket, Magyarországról, külföldről, az óceánon túlról. Köszöntöm azokat is, akik utólag felvételről néznek minket. Most a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén veszünk részt. Én Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai nap házi asszonya lehetek. Ezt köszönöm vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklósnak én is, hogy a mai nap házi gazdája lehetek. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A civil foglalkozásom, tehát pénzügyi szakközépiskolában tanultam, tehát képestett könyvelő pénzügyi előadó a végzettségem, hát ebben a szakmában nem sokat dolgoztam. Talán egy-két, másfél évet, és utána kereskedelemben dolgoztam. Üzletkötőként majd nagykereskedelemmel foglalkoztam. És itt élünk Kondorfán 2013 óta. 6 gyermekünk van, és hogy miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, tehát éjszaka álmomban, éjjel 3-kor jött egy csugallat, amikor felébredtem, és egy olyan előadást kezdődött, amiben Miklós tartotta az előadást, és az volt a címe, hogy Magyarok küldetése az aranykorban. Tehát ez biztos, hogy egy olyan jel volt, amit nekem észre kellett venni. És tehát tulajdonképpen ezért kezdtem el tanulni. És hogy mit adott nekem a Nyílt Akadémia képzései? Úgy érzem, hogy egy másik játszótéren játszok már, teljesen más szabályokkal, és tehát ezek a szabályok oly mértékben megváltoztatták az életemet, és olyan emberekkel kerültem kapcsolatban, akik hasonlóan gondolkodnak, és egy olyan cél érdekében tevékenykednek, ami ez egész, tehát amikor ezt meg tudjuk valósítani, az egész emberiségnek megváltozik az élete, és egy boldogabb, szebb jövő fogunk felépíteni. Tehát én nagyon örülök, hogy rátaláltam Szedlacsik Miklós előadásaira, és ezáltal elkezdtük a csapatépítést, és más módon, más szabályok szerint élünk. Régóta éreztem ezt, hogy mikor még a másik játszótérre játszottam, már akkor is éreztem, hogy, tehát, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogyan működnie kellene, csak a szabályokat nem tudtam, nem ismertem fel, és itt nagy segítséget kaptam a Nyílt Akadémiánál. Az én civil foglalkozásom, eredendően mérlegképes könyvelő, azután természetgyógyásznak képeztem magam, és Kondorfán élünk, azt nem mondtad el, ez az Őrségben egy kis falu, nagyon szeretünk itt élni. 6 gyermekünk van, 4 unokánk. Hát én azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémián tanulni, mert Jácint mondta, hogy nagyon szeretne itt tanulni, azután, hogy megnézte Miklós előadásait, és korábban nagyon sok tanfolyamot végeztünk, ilyen természetgyógyász, illetve ilyen alternatív tanfolyamokat, azt mindig együtt végeztük, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt számunkra, mert így együtt fejlődtünk, együtt megbeszéltük a dolgokat, úgyhogy ez nem volt ebben az esetben sem kérdés számomra, hogy itt is együtt fogunk tanulni. És hogy mit adtak ezek a képzések
nekem hát nagyon sokat megváltozott az életünk tulajdonképpen. Olyan irányba, amire vágytunk. Korábban, amikor ide költöztünk Kondorfára, akkor volt egy olyan álmunk, egy 1 hektáros kis birtokot vettünk meg itt, és az volt a vágyunk, hogy itt majd családokat szeretnénk fogadni, milyen táborokba, vagy tehát, hogy így ismerkedni velük, és hogy szeretnénk az embereknek felnyitni a szemét, hogy a világ az nem az a technokrata társadalomnak kéne lennie, ami jelenleg van. És amikor Miklósra rátaláltunk, tulajdonképpen ehhez az álmunkhoz kaptunk egy olyan rendszert, amivel ezt tökéletesen meg tudtuk valósítani, és így az álmunk az valóra vált. És most már tulajdonképpen 4 éve tanulunk itt, és azóta ezt így működtetjük, és nagyon jó, nagyon pozitív irányba változott ezáltal az életünk, és nagyon szeretünk így élni. Hát ennyit rólunk. Most pedig szeretnénk nektek bemutatni a mai rendezvényünk előadóját. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade részvénytársaság, az Honor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője, az egyik legelismertebb nemzetközi mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem a hozzátartozói kisztag vagy pártag. Nem örökölt se vagyont, se rangot, nem vett részt a privatizációban sem. 1987 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való bánásmód területén, 1991-től pedig a csapatban való együttműködés területén. 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása terén. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. A vezetésével már több 100 000 ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több 10 000 ember képzésében vett részt. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, harmonikus, boldog családi élete van, 2 fiú gyermeket neveltek fel. 1996-tól kezdett el a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket megtapasztalt, használ a saját életében, ezáltal hiteles ember számunkra. A mesterünk élete során több különleges képességet is kapott. Ha az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Tele van erővel, lendülettel és energiával, ami úgy hatja őt, mint egy láthatatlan motor, amit egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Mesterünk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Ő egy olyan idealista álmodozó, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Ő az a vezető, akitől olyan tudást, hitet és célt kapunk, vagy kaptunk, és kapunk folyamatosan,
amellyel eljuthatunk egy magasabb lelki és tudatszintre. Megkérem szervezetünk alapítóját és vezetőjét, Szedlacsik Miklós Mesterkocst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Hogy tetszik a jelenlegi világunk? Azt mondja, hogy hány éve vagytok itt, Anasztázia? 4. Magdi? 2,5. Ugye Feri utánatok jött, akkor ti vagytok itt a rang idősök ebből a szempontból, akik legrégebben vannak itt köztünk. Hány éve mondom, hogy jön egy olyan világ? Hogy mennyi, ugye a régi kérdés úgy hangzott, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ? Évekig ezt mondtam, de most már egy, több mint egy éve nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy mennyire vagy elégedett azzal, ami most van jelenleg a világban. Tehát magyarul elérkeztünk oda, ami egy olyan világ, amivel igazából én azt látom, hogy az emberek nem túlságosan elégedettek. És hát vajon miért jutottunk ide? Na most, én egy olyan ember vagyok, hogy én annak hiszek, aminek utána nézek. Nem tudom, ti hogy vagytok ebben a kérdéssel, de én azért, mert nekem elmondják 100-szor, én azért nem hiszem. Érted? Vagy elmondják 1000-szer, én azért nem hiszem. Én inkább fogom és utána nézek dolgoknak. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok ebben a kérdésben, de én nem szeretem, ha engem meg akarnak vezetni, mert már sokan meg akartak vezetni az életben, de általában ritkán fordult elő, hogy ez összejöjjön. Az elmúlt, mit tudom én, 10-akárhány évben ez nem jött össze. Tehát ami azt jelenti, hogy előtte néha előfordult, hogy sikerült megvezetni engem, de az elmúlt 11 évben, mióta emberek képzésével foglalkozok fő tevékenységben, azóta ez nem jött össze. Lényeg az, hogy nem szeretem, hogyha meg akarnak vezetni. És én azt látom, hogy most egy olyan világban élünk, ahol, most mondok egy dolgot, jó? Bárki utána tud annak nézni, hogy mik a halálozási statisztikák, mondjuk az elmúlt 5-10 évben. És megnézed a halálozási statisztikákat, és nem látsz kiugrást. Érted? Hát még a 2021-es évet ugye nem tudjuk megnézni, mert még az nem lezárt év, de megnézed 2020 év végéig, semmi, sőt, a 2020-as évben kevesebben haltak meg, mint 2019-ben vagy 2018-ban. Utána tudsz nézni. És furcsaságok voltak ezzel kapcsolatban, mert ugyanis én lementettem, hogy mennyire haltak meg. Mondjuk 2020-ban, de úgy, hogy minden hónapot szép elementettem. Érted? És utána megnéztük az idén nyáron. És nem egyezett a két szám. Tehát a 2020-as évre vonatkozóan. Ami azt jelenti, hogy vagy nem is tudom hány ezerrel több lett a halott hirtelen 2020-ban, úgy, hogy 2020-21 évelején, mit tudom én, az első negyed évben meg lehetett nézni a 20-as év statisztikáját, és a 20-as év statisztikája megnőtt az őszre. Érted? Kora őszre, ilyen szeptemberre. Megnőtt az idén szeptemberre. A tavalyi év statisztikán. Hogy? És ez le van mentve mind? Ez mind itt van a gépemen, érted? Meg tudom mutatni azt az első statisztikát, amit a KSH leközölt az első negyed évben az idén, és azt, amit mit tudom én, felfedeztünk az idén nyáron, nyár végén. És nem egyeznek a számok. És mit tudom én, novemberben, decemberben ilyen sok ezerre több halálozás lett. Hogy?
és addig nem haltak meg, visszamenőleg meghaltak az emberek. Hogy? És ez tény, nem hazugság. Na most, hogyha nincs több halálozás, akkor generálunk halálozást, vagy mi a jó Isten? Hogy? És most nem Covid kérdésről beszéltem, hanem összhalálozásról. Érted? Na most simán utána lehet nézni dolgok. Persze, hát tudjuk jól, hogy a statisztikákat azokat lehet szépíteni, csúnyítani. Az persze, hát én statisztikákkal foglalkozok, vagy 23 éve. És tanítom is, hogy hogy kell statisztikákat csinálni, és hogy kell statisztikákat lenézni. Érted? Tehát elég jól értek hozzá, hogy a statisztikákat hogy lehet esetleg kijátszani, és más számokat oda beírni. Szóval a lényeg az, hogy hát az ember ugye hall mindenféle információt. Miért nem néztek utána az információknak? Miért kell mindent elhinni? És ugye én kicsit visszanézünk a történelembe. Ugyan mondjatok nekem már olyan állami vezetőt, mondjuk az elmúlt 70 évben, amely a népér volt. Mutassatok már nekem olyat. Nem Magyarországon, mondjuk a világban. Érted? A bolygón, az elmúlt 70 évben. Na most akkor emberek elhiszik, hogy a kormányok a népért vannak? Tudod miért vannak? A saját zsebükért. Ennyi. Nem másért. Politikusért. Tudod miért ki akar lenni? Megnézte azt is, meg tudod ezt is nézni a neten, hogy a jelenlegi parlamenti képviselők hány napot dolgoztak? Hivatalosan hány napot dolgoztak? A legtöbb parlamenti képviselő nem dolgozott egy évet életében. Világos ez? Tehát magyarul nem töltött el munkába. Amit jelent? Az azt jelenti, hogy politikus volt. Érted? Tehát politikával foglalkozott az életében, nem dolgozott. És a lakosság nagy része az dolgozik. Akkor aki nem dolgozott, az hogyan tudja, hogy milyen a munka? Tehát élünk egy érdekes világban, utána tudnak nézni emberek dolgoknak. Például, mit tudom én, beveszel egy vitamint, beveszel egy gyógyszert, érted? Meg tudod nézni, hogy mit tartalmaz. Hogy? Rá van írva, vagy fogod, internetre beütöd, és pontosan kiadják ugyanazt, amit a dobozon rajta van, vagy a doboz mellékletében egy ilyen papíron rajta van, ugyanaz a szöveget megtalálod az interneten, hogy mi van a gyógyszerben, a vitaminban. Sőt, azt is megtalálod a gyógyszereknél, meg a vitaminoknál is, hogy milyen hatóanyag, ami van benne, annak milyen mellékhatása van. Sőt, olyan szinten megtalálod, hogy hányan haltak bele a mellékhatásban, hány emberből. Akkor kérdezném, a jelenlegi oltásoknál hol találsz ilyet, drága Csilla? Mondom még egyszer, a jelenlegi oltásoknál, bármelyiknél, ami csak itt van Magyarországon most, amit itt az elmúlt két évben szorgalmaznak, hol találsz olyat, hogy mit tartalmaz? Mi a mellékhatása? Hányan haltak bele? Hát figyeld, nem adhattak ki olyan gyógyszert, aminél nem volt ilyen leírás. Hogy mi a mellékhatás, és a mellékhatásba hány emberből hány ember halt bele. Nem adhattak ki ilyen gyógyszert.
most nincs ilyen leírás, és beadják az oltásokat. Gondolkozz! Azért van ez itt belül! Nem azért, hogy lötyögjön valami. Értitek? Azért van belül a fejünkben az agyunk, hogy gondolkozzunk, és ne higgyünk el mindent. És aki elhitte, az így jár. Hát, de te ne higgyel mindent. Érted? Nézz utána, nézz utána. Ez a kulcs. Mindennek utána lehet nézni. Nem úgy van, mint annak idején a szocializmusban. Semminek nem tudtál utána nézni, és úgy hazudtak, hogy akartak. Mindennek utána tudsz nézni. Van egy hír, akármilyen hír. Simán utána tudsz nézni egyéb helyeken. Megnézed mondjuk 5 különböző csatornán, nem csak ugyanarról a médiáról beszélek, hanem különböző médiában. És akkor azt látod, hogy az egyik ezt írja róla, a másik azt írja, a harmadik ugyanarról a hírről. Érted? Persze, ha egy tulajdonú az a média, mondjuk az az 5 forrás, akkor az ugyanaz, hát az természetes. De ha nem egy tulajdonú, akkor az egyik azt írja, hogy mit tudom, a tüntetésen részt vett 500 ember, a másik meg azt írja, hogy 500 ezer. Csak most mondtam, hogy ilyen különbségek vannak, érted? Nem azt írják, hogy 500, hanem pár száz ember volt ki. A másik meg azt írja, hogy több százezer ember. Érted? És akkor ilyeneknek hiszel? Én tudom, mit szoktam csinálni. Mit tudom, hallok híreket, mondjuk külföldről, és hál' Istennek nekem egy csomó külföldi tanulóm van. És amikor egy külföldi tanulóval beszélek, akkor megkérdezem, hogy mi újság van nálatok. Tehát te mit tapasztaltál személyesen? Nem a hírekből, hanem te személyesen mit tapasztaltál. Na, annak hitelt adok. Érted? De nem annak, amit a média mond. Tehát mindennek az ember manapság utána tud nézni. Gondold végig, hány ismerősöd dolgozik valahol külföldön? Akivel előtte még itt volt, mielőtt kiment, kapcsolatod volt. Tudsz velük beszélni. Hát tudod kérdezni, mi újság van odakint? Nem amit a médiából, mert hanem amit ő lát. Miért kell mindent elhinni? Nem azért vagyunk értelmes emberek, hogy gondolkodjunk. Tehát mi nem biorobotok vagyunk. Bár úgy néz ki, hogy biorobotot akarnak belülünk csinálni. Érted? Nem azok vagyunk. Egy olyan lény az ember, amely képes a gondolkodásra. És szó szerint az embert felháborítja az, hogy az embereket hülyének nézik. Vagy nem. Nyilván nem arról szól a történet, hogy menjünk ki tüntetni. Nem, arról szól, hogy nézz utána. Érted? És ne hagyd magad befolyásolni. Érted? És ne nézzél meg mindenféle hülyeséget, hírt. És akkor valaki azt mondja, hogy te nem tudsz erről, hát tegnap mondta a tévébe valaki, hogy ez van, és nem tudsz, és akkor mi van, ha nem tudsz róla? Na nézzük meg, mivel is foglalkozunk. Jó? Ugye elhangzott házigazdáinktól, hogy coach képzéseink vannak. Mi a coach? Azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Én utána néztem ennek a szónak még ezelőtt 8 évvel, és igazából arra jöttem rá, hogy ez ezt jelenti. Ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. És amikor, tehát ugye mit csinál egy coach? Hát megtanulja az élet és az ember működését. És amikor valaki coachingol, mi a coaching?
kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Mint a sportolóból kihozza az edző a legjobbat és a legtöbbet. A sportban látunk olyan kifejezést, hogy coach. Jó, tehát nálunk ugye mi nem sport, meg fitness edzők vagyunk, nem abban coachingoljuk az embereket, hanem abban, hogyha van egy problémája az illetőnek, akkor egy coach képes arra, hogy rá, legalábbis akik itt tanulnak. Most a többi mire képes, az nekem ebből a szempontból részletkérdés. Tehát az a lényeg, hogy akik itt tanulnak, azok képesek legyenek arra, hogy ha van egy probléma, akkor megtalálják a probléma valódi okát, és tudják, hogy arra mi a megoldás arra a problémára. Mert hogyha az ember nem találja meg a valódi okát egy problémának, akkor az csak tüneti kezelés. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy olyan, mint az orvoslásban, a hagyományos orvoslás az nem oki gyógyítás, tehát nem az okot kezelik, hanem a tünetet kezelik. És ma a világban elsősorban a problémák megoldásánál tüneti kezelés van, és nem oki kezelés. Tehát nem az okot derítik fel, és annak alapján oldják meg a problémát. Tehát még egyszer mondom, hogy ha valaki például beteg, és nem derítik föl a tényleges okot, az ok az mindig lelki eredetű. Az azt jelenti, mondhatjuk másként is, ha valaki a lélekkel kapcsolatos működésre nem nagyon sok tudása van, akkor mondhatjuk azt, hogy a gondolkodásból ered. Tehát a problémáink, az összes négyféle probléma van az életünkben, pedig azt gondolnád, hogy nagyon sokféle van. Nem, négyféle van. Van olyan, hogy betegség, van olyan, hogy baleset, van olyan, hogy családi probléma, és van olyan, hogy anyagi probléma. Tehát négy féle probléma van. Ebbe besorolhat az összes probléma, ami csak ugye létezik. És ha megnézzük ezeket a problémákat, akkor érdekes módon ez a négyféle probléma is mind lelki eredetű. Tehát mind gondolkodásból eredő. Méghozzá egy probléma a helytelen gondolkodásból eredő. Ami annyit jelent, hogy cselekedni soha nem cselekszünk gondolkodás nélkül. Tehát ami azt jelenti, hogy minden cselekvést gondolat előz meg. Most, hogy az a gondolat ösztönös vagy tudatos, ez most a részletkérdés ebből a szempontból, de minden cselekvésünket gondolat előz meg, tehát gondolat nélkül soha nem cselekszünk. És az azt jelenti, hogy ebből ezek a négy területen lévő problémák mind abból fakadnak, hogy nem helyes gondolat volt a cselekmény előzményeként. És az illető úgy cselekedett, hogy volt nem helyes gondolat, és amögött lett egy probléma a későbbiek folyamán. Hogy mikor későbbiek folyamán, ez most ebből a szempontból a részletkérdés. Tehát minden egyes probléma, ami csak létezik az életünkben, az gondolatból fakadó probléma. Oké? Okay? De ezt úgy nevezik, főleg az orvostudományban, hogy lelki eredetű probléma, egyébként a tudomány mai állása szerint, az orvostudomány mai állása szerint a betegségek kb. 85%-a pszichoszomatikus eredetű, tehát a gondolataink megbetegítik a testünket. Oké? Okay? Na most egyébként az én kutatásaim szerint minden probléma mögött helytelen gondolat van. Oké? Okay? Tehát ha neked valaki problémát okoz, annak az illetőnek a helytelen gondolata van. De mondanék még ebben kapcsolatban valamit. Egy összefüggést. Hogyha neked
az életed úgy alakul, ahogy kellene, majd mindjárt megmondom, hogy hogy kell, röviden csak természetesen, ha úgy alakulna, hogy kellene, akkor nem tudna neked más problémát okozni. Világos ez? Másként volt a 20. század, de már a 21. században vagyunk. És mivel végjáték van, az azt jelenti, hogy az emberiség végjátékát játsszuk. A végjátékban mások a játékszabályok, mint előtte voltak. Oké? És ez a végjáték, ez 2035-ig tart. És lényeg az, hogy mit jelent a végjáték? Az azt jelenti, hogy az emberiségnek, az nem az emberiségnek, az embereknek, de az emberek végül is emberiség, tehát az emberiség végül is emberekből áll. Tehát az embereknek meg kellene nyílniuk. Tehát az azt jelenti, hogy nyitottabbnak kellene lenni bizonyos dolgok irányába, és a nyitottság azt eredményezni, hogy látni kellene a jövőt. Ezt a látást úgy hívják, hogy vizualizálni a jövőt. Tehát, hogy képes legyél gondolatban elképzelni a jövőt. Ez a jövő, ez csak egyféle lehet. Ezt a jövőt úgy hívják, hogy aranykor. És ennek az aranykornak 2035-re meg kellene valósulni. Ma jelenleg, ha megnézitek az internetet, vagy bármilyen leírást, olyan részletes tudást az aranykorról nem fogtok hallani sehol, mint tőlem. Jó? Tehát az aranykorról elég hosszasan tudnék, illetve tudok képzést tartani. Szóval a lényeg az, hogy röviden az aranykorról egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol az emberek képesek az etikus cselekvésre. Az etikus cselekvés alapja a tisztesség, becsület, erkölcs. Oké? De úgy, hogy erkölcs, becsület, tisztesség ebben a sorrendben. És nálunk az etika coach képzés az 4 hónapos volt legutoljára. Tehát 4 hónapos volt. Sehol sem hallottam 4 hónapos képzést. Az mit jelent? Hány órában? Az 120 órában zajlott le. Tehát én még nem hallottam sehol 120 órás etika kócsképzést. Na most az etika azt jelenti, hogy mit tudom én, van egy jó pár szabály, most gondoljátok végig, hogy 4 hónap alatt azért kell tanulni bőven, van egy jó pár szabály, de vannak alap dolgok. Például az etikának az egyik legfontosabb alapja, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Oké? De mondom, több pontja van, de nem túl sok pontja van. De mégis a maga megértés az, az elég széles területen mozog. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, azok kerülhetnek be az aranykorba, akik képesek etikusan működni. Na most az elnyomás, az nem etikus működés. Világos voltam? Tehát olyanok nem kerülnek be, akik elnyomóskodnak. Ez azt jelenti, hogy kétféle elnyomóskodással találkozhatsz. Ez már egy képzés, amiről most beszélek, de nem fogom elmondani, hogy hogyan kell honnan, hova eljutni, jó? De azt elmondom, hogy mi a jó és mi a nem. Tehát miért? Mert ugye a képzések része az, hogy maga a módszer, hogy hogyan jussunk el A-ból B-be. Tehát maga az elnyomoskodásnak kétféle formája van. Ugyanis vannak azok az emberek, akik szociális indítatásúak, és vannak, akik antiszociális indítatásúak. Senki nem született antiszociális indítatásúnak, mindenki szociális indítatásúnak született. Mégis hogy lett valaki
elnyomó, azaz antiszociális, úgyhogy rengeteg, elsősorban gyerekkorban rengeteg elnyomást kapott. Oké? A szociális indítatású ember az kevesebb elnyomást kapott. És ez úgy működik, hogy a bolygó 20%-a, bocsánat, tehát a bolygó 20%-a az antiszociális indítatású. Tehát minden ötödik ember. Magyarul az ismeretségi körödben is minden ötödik ember. Az antiszociális indítatású az azt jelenti, hogy a cselekvései, tehát az emberekkel szembeni cselekvéseinek többsége elnyomó. A szociális indítatású embernek az emberekkel szembeni cselekedeteinek a többsége szociális. Világos? Tehát nem elnyomó, hanem szociális. Oké? Na most az egy komoly feladat, hogy az ember meg tudja különböztetni a szociálist az antiszociálistól. Tudod miért? Mert a szociális ember is elnyomoskodik, mint az imént hallottad. Csak neki a cselekvésének többsége, az emberekkel szembeni cselekvésének többsége a szociális. Érthető? És meg tudod annak alapján, ha itt tanulsz, ítélni azt is, hogy ki mennyire szociális, és ki mennyire antiszociális. Oké? Na most, van egy nagy baj a szociális embereknél, hogy amikor egy szociális ember elnyomást kap egy elnyomótól, vagy egy másik szociális embertől, aki éppen közvetíti az elnyomást, és már ki is mondtam, továbbadja az elnyomást. Tehát a szociális emberek azt mondja, hogy van a 80%-a az emberiségnek szociális ember. És az egész emberiség 20%-a az, amely jellemzően nem adja tovább az elnyomást. Tehát az emberiség 60%-a az úgy működik, hogy továbbadja az elnyomást. Világos ez? Tehát kap egy elnyomást, és továbbadja egy gyengébbnek. Oké? Na most, akkor innentől kezdve ítéld meg, hogy ki a szociális és ki a nem szociális. Oké? Elég nehéz. De ha ezt tanulja az ember, akkor nem nehéz. Szóval a lényeg az, hogy van egy nagy problémája a szociális embereknek. Mivel így működnek, hogy továbbadják az elnyomást, ez úgy működik az ember, hogy van egy, ez megint egy kis tanítás, jó? Tehát az elménk az nem egy egész, hanem két fél. Jó? Tehát bal agyféltekénk, jobb agyféltekénk. És az elménk így kapcsolódik a két agyféltekénkhez. Az egyik része, nem véletlen mutogatok jobb kézzel, az a tudatosság. Nem véletlen mutatok bal kézzel, azok az ösztönök. Ez egy nagy raktár. Oké? Tehát olyan, hogy minden, ami történt veled az életedben, az itt raktározva van. Onnantól, hogy megfogantál, másodpercenként 50 kép hanggal, szaggal, ízléssel, ha volt ilyen, rögzül. Érted? Mondom, másodpercenként 50 kép rögzül. Akkor számolt ki az mekkora adatmennyiség, és hol van az az adatmennyiség. Jó, ezt most rád bízom, hogy gondolkozz, hogy hol van ez az adatmennyiség, ezt én tanítom, hogy hol van ez az adatmennyiség, de most nem. Szóval a lényeg az, hogy hihetetlen mennyiségű adatot rögzítettél megfogantatástól. Érted? Tehát amikortól megfogantál, onnantól rögzítve van minden történés veled kapcsolatban. Oké? Na szóval, és ez mind szépen raktározza a baloldali része az elménknek. Oké? És úgy működünk, hogyha rossz állapotban vagyunk,
akkor képzeld el, mondjuk tanultad az etikát, tehát úgy bármikor tanultad, akár most nemrég, és ha rossz állapotba kerülsz, akkor elfelejted azt, amit tanultál. Érted? És így működik az ember. Tehát amikor tanulunk, akkor jó állapotba kerülünk. Szépen rögzül a tudás. Rossz állapotban bazi nehéz tanulni. Szinte lehetetlen. Tehát úgy, hogy az rögzüljön is, szinte lehetetlen. Tehát ha jó állapotban vagy, mivel olyan dolgokat tanul az ember, amit érdekes, mert az élet és az ember működésével kapcsolatos, ezáltal ugye rögzül, szépen rögzülnek. De ugye ezt használni is kell. Semmi gond nincs a használattal, hogyha jó állapotban vagy. De ha rossz állapotba kerül az ember, akkor egyszerűen elfelejti a tanultakat. Így működünk mindenki. Így működik. És az azt jelenti, hogy olyankor, mintha nem is tanult volna a szociális ember semmit. Érted? És ezáltal hibázik. Világos ez? Még az is, aki tanult. Magyarul például kap egy elnyomást, rossz állapotba kerül, elveszti a tudását, és már is adja tovább, hiába tanulta azt, hogy etika, hiába tanulta azt, hogy mit tudom én, mit kellene cselekedni abban a helyzetben. És mi fog történni? Az illető szépen továbbadja az elnyomást, és mintha nem is tanult volna, úgy működik. Na ezáltal, ameddig elnyomást kapnak az emberek, mert az elnyomás, mondok vele kapcsolatban, jó, ez úgy működik, az emberek úgy működnek, ott, ahol az emberek nem boldogok, ott bőszen tevékenykednek az elnyomók. Még egyszer mondom, hogy tiszta és világos legyen. Ott, ahol az ember, szó szerint értsd a boldogságot, ott, ahol az emberek nem boldogok, bőszen tevékenykednek az elnyomók. Világos ez? És akkor van a legnagyobb probléma, amikor az elnyomók bekerülnek a hatalomba. Érted? Tehát mikor a hatalomban ott kezdenek el működni az elnyomók, akkor van a legnagyobb probléma. Tehát mikor olyan pozíciókba kerülnek, tehát olyan vezető pozícióba kerülnek az elnyomók, amivel ugye hatást gyakorolhatnak az emberekre. És ott boldogtalanak az emberek, ahol az elnyomók dolgoznak bőszen azon, hogy az emberek boldogtalanok legyenek. Ez így van. Tehát amikor például a legtöbb esetben, nem legtöbb, mindig, amikor mondjuk veszekedsz mondjuk a pároddal, vagy bárkivel, akkor két dolog történt. Vagy hazahoztál egy elnyomást, és továbbadod, vagy a reaktív elméd, az elméd baloldali része emlékeztetett arra, hogy egy ilyen helyzetben milyen agresszívan kell működnöd. Világos voltam? És elkezd arra elindítani, hogy te azt az agresszív működést csináld. Ha jó állapotban lennétek mind a ketten, és nem lenne, ami lehúzna, sose vesznétek össze. Mondom még egyszer, soha sem vesznétek össze. Világos ez? Tehát két jó állapotú ember soha nem veszik össze. Érthető ez? Tehát mindig akkor veszik össze az ember egy másik emberrel, hogyha vagy egy elnyomást kapott, aminek hatására lement, vagy ugye a jelen helyzet, az érzékszerveink érzékelik a jelen helyzetet, összekapcsolják egy múltbéli negatív emlékképpel, és azt a parancsot adja ki a bal agyféltekénk, hogy így fogsz cselekedni. Tehát például a szüleidnél azt látták, hogy mit tudom én, azt láttad, hogy kimondtak egy mondatot, és arra elkezdtek ordibálni. Ha azt a mondatot meghallod, te is elkezdesz ordibálni. Nem vicc, ez komoly.
Nyilván akkor, ha hagyod, hogy befolyásoljanak az események. És ameddig elnyomók vannak, addig bizony az események befolyásolni fognak. Oké? Ha csak minél jobban nem oldod meg azt, hogy kirekezd magad ebből a hatásokból. Érted? Ami nem könnyű, mert mit tudom én, mondjuk olyan tevékenységet kell végezni, ki kell kapcsolni a rádiót, meg a tévét, ahol mondják a híreket, stb. Stb. Nem kell nézni a interneten a különböző olyan típusú híreket, érted? Vagy meg kell állni, hogyha látsz egy olyan címet, akkor nem olvasod el a cikket, stb. Stb. Érted? Tehát teszel azért, hogy ne befolyásoljanak a dolgok. Na most, ha az ember be akar kerülni az aranykorba, akkor ehhez az kell, hogy ne legyenek elnyomók, ugye? Mert ha lennének elnyomók az aranykorba, akkor sosem valósulhatna meg az aranykor. Tehát, hogyha te bármikor azt hallod valakitől, hogy már aranykor van, de akkor ez a hazugság csúcsa, tudod? Hát ez a hazugság csúcsa. Tehát nincs aranykor, aranykornak kell lenni. És kik határozták ezt meg? Nem én. Nem emberek határozták meg. Hanem olyan lények, akiket mi szolgálunk. Ezek mennybéli, ahogy szokták ezt mondani, mennybéli lények. Én azt szoktam mondani, hogy istenek. Jó? Nem egy isten, ezek istenek. Miért? Nagyon egyszerű, mert nekünk külön-külön van egy-egy istenünk. Oké? Méghozzá születésettől fogva. És nem az őrangya arra gondolok, jó? Az egy másik téma. Jó? Szóval, lényeg az, hogy az istenek határozták meg azért, hogy beteljesítse az emberiség a küldetését. Tudod, mi az emberiség küldetése? Tehát globálisan az emberiség küldetése. Egy magasabb létformába kerülés. Mit jelent a magasabb létforma? Isteni létformába kerülés. Nem vicc, ez komoly. Onnan jöttünk, oda tartunk. Kellene tartanunk, inkább úgy mondom. Oké, onnan jöttünk? Te egy isteni létformából jöttél. Nem emberi létformából. És a benned lévő lélek, az halhatatlan. Oké? Ami azt jelenti, hogy pontosan el tudom bárkinek mondani azt, hogy mi a feladatunk itt a bolygón, és neked most miért kellett ebbe a testben lenned, érted? Tehát nem azért születtünk, mint eddig gondolták az emberek, hogy a fajfenntartás véget. Azok az állatok. Mi nem állatok vagyunk, hanem emberek. A fajfenntartás az csak egy ösztöni rész. Egy ösztöni rész. A testünkhöz kapcsolódó ösztöni rész. Tehát gondold végig, a lélek nem képes egy új lényt létrehozni. Mármint egy új lelket létrehozni. Tehát a lélek nem képes egy új lelket létrehozni, ezt csak a teremtő tudja megcsinálni. Tehát a teremtő képes rá, de egy lélek nem képes rá. Na most a testünk viszont képes egy új emberi lelket létrehozni egy másik társaságában. Egy másik emberi lény társaságában, csak az ellenkező nemű legyen az a lényeg. Oké? Ez ismerős ez a dolog, biztos nem? Na szóval lényeg az, hogy a testünk erre képes. De ez azt jelenti, hogy egy olyan testet tud létrehozni a tested, amely halandó. És meghatározott ideig fog élni, és egy idő után elhasználódik. De a léleknél nincs ilyen. Tehát a lélek az nem halandó. A léleknek nincs szüksége arra, hogy táplálkozzon.
annak nincs szüksége vízre, nincs szüksége levegőre, nincs szüksége hőre vagy hidegre, nincs szüksége. Ha nem lenne tested és lélekként közlekedni, akkor így mennél át a napon, és semmi bajod nem lenne. Érted? Pedig hát pár millió fokos van a nap. Semmi bajod. A lélek az úgy közlekedik, hogy nincs idő és tér a számára. Tehát mondom még egyszer, nincs idő és tér a számára. Tehát fogja és átlépi a teret. És átlépi az időt. Érted? Tehát a lélekről sokkal többet kellene tudni az embernek, mint amit az emberek tudnak erről. És akkor miért nem tudjuk ezeket a dolgokat? Tehát miért nem tudjuk ilyeneket csinálni, mint amit elmondtam? Hát azért, mert mielőtt leszülettél, kitörölték a tudásodat. Érted? És ha miért törölték ki? Hogy a sok frusztrációt, ami az előző életedből hoztál, azt ne hozd magaddal. Hogy a fejlődésed abból induljon ki, hogy feltétel nélküli szeretet. Ugyanis, ha kitörlik a lélekből a tudást, akkor egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. De nincs más tudás, csak a feltétel nélküli szeretet. Ami azt jelenti, hogy a lelked, amit megtapasztaltál, azt tudja. Amit az érzékszerveiden keresztül befogadtál, azt tudja. És azt tudja még, amit a teremtő csúgott neki. Oké? Miért csúg neki? Hogy meg tud oldani a problémáidat. Miért nem tudod megoldani? Mert nem vagy olyan állapotban, hogy vedd azt az információt, amit a lelkednek küldtek. Világos voltam? Ha olyan állapotban lennél, tehát ha nem lenne elnyomás, ha olyan állapotban tudnál lenni, hogy vedd a lelkednek a sugallatait, akkor minden problémát úgy meg tudnál oldani, hogy nem kellene hozzá tudás, mert megsugnák fentről. Érthető ez? Ez így van, én ezt megtapasztaltam. Jó, maradjunk ennyibe. Tehát ez nem olyan kérdés, ami nem valószínű, hogy így van. Én ezt tudom, hogy így van, mert megtapasztaltam. Oké? Maradjunk ennyibe. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és ugye biztos már sokat hallottál ilyenről, hogy világvége, meg stb. Stb. Volt is egy ilyen fajta működés 2012-ben, engem sokan megkérdeztek akkor, hogy lesz-e világvége, tehát elpusztul-e a Föld, vagy mondtam, hogy nem kellett őt tartani. Jó, hát előre kérdezték, nyilván mondtam, hogy nem kellett őt tartani, majd szólok, hogyha ilyen van. Jó, tehát, de tényleg. És lényeg, hogy viszont tényleg volt egy világvége 2012. december 22-vel, az azt jelenti, hogy lezárult egy korszak. Tehát egy korszak vége volt. És most egy átmeneti korszakban vagyunk, az aranykor és a vaskor között. Jó, tehát lezárult a vaskor 2022. december 22-vel, egy átmeneti korszakban vagyunk, az a megvilágosodás kora. És itt vagy megvilágosodnak az emberek, az azt jelenti, hogy akkor bekerülhetnek az aranykorba, hát vagy nem. Akkor mi lesz velük? Akkor van egy kézbolygó az univerzum szélén, ami hasonló szerepet fog betölteni, mint most a Föld. Azzal a különbséggel, hogy lehet visszamenni a kőkorszaktól indulva. Oké? Tehát nincs technika, nincs mobiltelefon, nincs számítógép. Nem tudom, tudjátok-e, hogy durván mikor mutatták meg az emberiségnek, hogy hogy kell egyáltalán tüzet gyújtani. Nem, még az ember erre se volt képes. Arra se volt képes, hogy tüzet gyújtson. Körülbelül 7000 évvel ezelőtt mutatták meg, hogy hogy kell tüzet gyújtani. Jó, maradjunk ennyibe. Tehát minden szinte az ilyen nagyobb dolgot, azt megmutattak nekünk. Vagy valaki megkapta intuícióban. Oké, és az azt jelenti, hogy
ő elkezdte, például a találmányok így jöttek létre. Tehát az összes találmány az nem valakinek a szüleménye, nehogy azt információban ő megkapta. Minden találmány így működött, hogy információban megkapta. Szóval a lényeg az, hogy hát ha az ember mondjuk információban megkap mondjuk egy találmányt, akkor azt nem a semmiből jön, azt valaki küldik. Oké? Maradjunk ennyibe. Szóval a lényeg az, hogy egy átmeneti időszakot élünk, a megvilágosodás korszaka azt jelenti, hogy az embereknek meg kell világosodni ebből a sötétségből, ami most van. Hát ekkora sötétség még nem volt, mióta én élek, az biztos. Lehet, hogy valamikor volt, sötét középkorról tanultunk, de arra nem feltétlenül emlékszünk, hogy ott voltunk. De ez elég sötét az egész, nem? Tehát ha jobban megnézed, tehát ilyen totál ilyen elsötétedés van az emberek elméjébe. És azt látod, hogy mintha nem tudnák, hogy mit kell tenni. Hát mit kell tenni? Hát nagyon egyszer, nézzük meg, mit kell tenni. Tanulni kell ezeken a területeken. Itt van 10 életterület. Ezek az életterületek, ha megnézed, ez átöleli a teljes életedet. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyiken gondod van, akkor az negatíva hat ki az összes többire. Ha bármelyiket elkezded helyrehozni, az pozitíva hat az összes többire. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy bánsz önmagaddal, vagy a pároddal, vagy másokkal, a szüleiddel, a gyerekeiddel, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, hatóságokkal, teremtőddel, egyáltalán nem mindegy. Tehát ezáltal ugye kell egy olyan tudás, hogy az ember ezekkel jól tudjon bánni. És minden ilyen területen, ahol ezeken a területeken probléma van, egyszerűen, nagyon egyszerű, tudni kell az okot. A valós okot. Hát az igazi okot, tehát hogy milyen gondolatot kellene a fejembe megváltoztatni. Oké? És akkor nézzük tovább. A lelki fejlődésünknek van 7 szintje, nézd meg, a legtöbb ember ezen az első 2 szinten működik. Ez most totál bebizonyosodott. Az emberek a túlélés szintjére süllyedtek tömegesen, meg a biztonságot akarják elérni. Csak a biztonság az nem egy külső dolog, hanem a biztonság az itt van belül. Oké? Az belülről fakadó dolog. Nem kívülről. Lényeg az, hogy nagyon kevés ember van az elismerés, önmegvalósítás, küldetés vagy beteljesülés szintjén. Ezek emelkedő szintek, és a valahova tartozás az azt jelenti, hogyha legalább valaki itt ebben a PPA-ban tanul, itt a Nyílt Akadémiánál, ugye akkor már valahova tartozik. Érted? Egy olyan közösségbe, ami egy kicsit másként gondolkodik a többihez képest. És akkor tud teljesülni a valahova tartozás szintje. Érted? Végre tud az ember olyan emberekkel kommunikálni, akikkel lehet értelmes dolgokról kommunikálni. Mit jelent az, hogy értelmes? Ami változást hoz létre a te vagy a másik ember életében. Pozitív változás. Az értelmes dolog ezt jelenti. Most te arról beszélsz, hogy mi van mondjuk a szomszéd országban, csak most mondtam valamit, tudsz ráhatni, hogy az ne legyen? Nem. Akkor miért kell róla beszélni? Azért, hogy idegesítsétek egymást? Hát azért lehet nyugodtan, tehát semmi gond nincs ezzel. Csak annak mi az értelme? Mi az értelme olyan dolgokról beszélni, amivel egymást idegesítitek? Mi? Semmi, nem? Nem olyanról kellene beszélni, aminek van értelme, tehát ami pozitív változást tud előidézni. Vagy avval, akivel beszélsz, vagy benned, érted? Ezt jelenti az értelmes beszélgetés. És itt ilyeneket tudunk.
És akkor nézzük tovább. Tehát arra törekszünk, hogy végigvigyük az embereket, ugyanis ezeken a szinteken végigvigyük, ugyanis a hatodik lelki szintre az juthat föl, aki képes békében és szeretetben élni. Oké? Békében és szeretetben. Hát most nézzetek körül majd a ismeretségi körben, úgy gondoljátok, gondolatban nézzetek körül természetesen, hogy vajon mennyire képesek békében és szeretetben élni. Nézzük meg, a hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes a feltétel nélküli együttműködésre. Na, akkor nézzetek meg körül megint az ismeretség, gondolatban az ismeretségi körötökben, hogy az emberek vajon mennyire képesek feltétel nélküli együttműködésre. Tehát, ha megnézed, a hatodik lelki szint esetén juthatunk be az aranykorba. És a hetedik lelki szintre, ha eljut valaki, a beteljesülés szintjére, akkor juthat föl a magasabb létformába. Ami azt jelenti, hogy azzal lezárod a reinkarnációs folyamatodat. Mit jelent a reinkarnáció, ha esetleg valaki nem tudna? Hát, hogy az előző életed mivel nem lett befejezve, ezért egy következő életedben újra kezded. Oké? Mi lett volna a befejezés? A hetedik lelki szint. Érted? Tehát azért születünk mindnyájan le a Földre egyesével, hogy egy élet során a beteljesülés szintjére feljussunk. Érted? Egy élet során. És ez azt jelenti, hogy ha ezt nem fejezzük be, akkor a következő életünkbe újra születünk, és kezdhetjük előről. Oké? És akkor gyönyörűen látni az embereket, hogy valaki, még azt is tudjuk mérni, hogy ki milyen lelki szintre született. Azt is meg lehet állapítani, mert megtanuljuk azt is, hogy hogy nézzük meg, hogy ki milyen lelki szintre született, hányasra. És akkor lehet ahhoz képes mérni, hogy följebb került az illető, vagy lejjebb került az illető. És ha az ember nem jut el egy élet során a hetedik lelki szintre, akkor jön a reinkarnáció. Jön a létközi állapot, ami egy virtuális valóság, ezáltal nagyon hasonló mindenkinek. És utána a virtuális valóságból kiszednek minket, és újra kiválasztunk egy családot, és oda beszületünk, megéljük azokat az élethelyzeteket, amit bevállaltunk, amit meg kell élnünk. És vagy megoldjuk a problémáinkat, vagy ha nem, akkor jön a következő élet. És akkor lehet itt jókat szenvedni ebben a földi létben. És ez így van. Vagy választhatod azt, hogy feljutsz egy olyan lelki szintre, a tudás révén tudsz feljutni, egy olyan lelki szintre, ugye mi kell hozzá? Szeretet, béke és feltétel nélkül együttműködés. És ha erre feljutsz, akkor onnantól kezdve nem kell újra születned. Persze, ha akarsz, visszajöhetsz ide segíteni. Érted? De az már a te döntésed. Vagy ha nem, akkor mész a magasabb létformában, aminek a legalja a magasabb létformának az angyali létforma. Az a legalja. A hierarchiában a legalja. Oké? Hét szint van egyébként a fenti létformában. Hetes. Jó, tehát honnan tudom ezeket az információkat? Nem a netről szedtem, jó? Maradjunk ennyibe. Sok mindent csináltam az életemben, mármint úgy értve, hogy sokat foglalkoztam emberekkel. Ugye 87 óta kezdtem el emberekkel foglalkozni, ez elhangzott. 91-től ugye szervezek embereket,
azóta van saját szervezésű csapatom, és 93-tól vezetek, irányítok embereket, illetve tanítok is embereket. És ugye az is elhangzott, hogy 4 különböző területen sikerült piacvezetők lenni, a 4. terület ez, ami most csinálunk. És lényeg az, hogy én nem azért születtem, én éreztem gyerekkortól, hogy azt az életet éljem, mint a többiek. Én mindig kilógtam a sorból, nem tudom, hogy voltál te ezzel kapcsolatban, te mennyire lógtál ki a sorból. Én sose nem szerettem átlag lenni. Soha. Érted? És mindig valami módon nekem ki kellett lógnom a sorból, mert én azt éreztem, hogy én nem az vagyok, mint a többi. És lényeg az, hogy ugye ezáltal egy kicsit másként éltem az életemet, mint a legtöbb ember. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül az életem nagy része az átlag dolgokról szólt. És kaptam olyan képességeket a cselekvéseim által, ami előtte szerettem volna, hogy legyen. De tényleg szerettem volna. És kaptam például olyan képességeket, hogy például, ez is elhangzott, mit tudom én, mondjuk van egy téma, ami az ember vagy az élet működésével kapcsolatos, és érdekesnek tűnő téma, és akkor kapok hozzá információkat. Érted? Akár a képzés folyamán, amikor a képzéseket tartok. Például mondok egy dolgot. Fölteszel magadban egy kérdést, mondjuk az élet vagy az ember működésével kapcsolatban, ami jelenleg probléma az életedben, és én meg közben az előadásban megadom neked a választ. Érted? Az előadásban megadom a választ. Úgyhogy föl se tetted a kérdést csak magadban. Szóval a lényeg az, hogy kaptam olyan képességeket, mert megküldik azt az információt, amit nem feltétlenül mondják azt, hogy a gipsziakap kérdezte ezt magában, és erre kellene válaszolni, most ne így értsd, jó? Hanem egyszerűen jön egy olyan információ, amit nekem el kell mondani. Érted? És akkor elmondom. Tehát lényeg, hogy kaptam olyan képességeket, ami hát eléggé egyedülálló a bolygón. És ezeket a képességeket, amik vannak, ez mind, ha megnézzük, itt van egy, ez az, nem ezt akartam mutatni. Igen, ott nincsen. Jó, maradjunk. Tehát lényeg az, hogy én úgy élem az életemet, hogy nekem nincs más. Csak az, hogy hol van? Visszamenjünk ide. Ide. Eljutassam az emberiséget oda, hogy aranykor lehessen ez a bolygón. Nekem nincs más, ez van. És ez egyedül én kevés vagyok. Tehát egyedül ezt nem lehet megcsinálni. Senki nem tudta a világ egy történelemben ezt egyedül megcsinálni, ezt az emberiség egy részének kell megcsinálni. Világos ez? Tehát például kell ahhoz 320 millió tanító ezen a bolygón, hogy ezen a bolygón meglegyen a fordulat. Érted? Tehát 320 millió olyan ember, aki képes arra, hogy átadja a tudását és a segítségét másoknak. És erre kialakítottam egy olyan lehetőséget, hogy ugye van egy tandíj. A tandíj az bárki számára elérhető. Az első havi tandíj, ha felosztjuk óraszámra, akkor óránként 660 forint. A második hónaptól 330 forint óránként. Tehát semmilyen képzést nem kapsz ennyiért, csak jóval drágábban. Kócsképzés meg mondjuk 5000 forint alatt nem fogsz kapni. Jó? Óránként. Tehát ez azért van, hogy bárki számára elérhető legyen. Tehát bárki számára, mivel 30 óra egy képzés, az első hónap az 19700, a második hónaptól 9800 forint, így kedvezményesen, akciósan. És ráadásul még aki ugye elkezdi a képzéseket, az még
garanciát is kap, árgaranciát 35 hónapra. Tehát ez egy nagyon kedvező díj. És akkor ez gondold végig, emögött ugye vannak azok a szervezetek, két cég, ugye a Hunortrade részvénytársaság és a Tanoda 2000 Kft. Minden bevétel, tandíj bevételnek a 72%-a az a szervezőknek, a tanulók között kifizetésre kerül. Tehát azok a tanulók, akik szerveznek tanulókat, azok ebből részesednek minimum 32%-ban. Tehát a 32 és 70, nem 72, 75, tehát most már 75, 32-től 75%-ig az összes tandíj bevétel az kifizetésre kerül azok a szervezők között, akik részt vettek annak a tanuló szervezésébe közvetlenül vagy közvetett módon. A közvetlen szervezés az minimum 32%, a közvetett szervezés után járó jutalék az pedig 3%-tól azt mondja, hogy 32, akkor 43%-ig terjed. Oké? Tehát lényeg, hogy nem tudom hány olyan szervezetet ismertek, amely mondjuk a dolgozóinak, itt nem dolgozók vannak ugye, hanem tanulók, mondjuk a dolgozóinak a bevételeinek a 75%-át felosztja. Tehát a bevételeinek. Oké? Okay. Miért van ez így? Hát, hogy esetleg, ha úgy gondolod, a jövőben ez tegye ki a fő tevékenységedet. Érted? Miért? Mert gondold végig, ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te csinálhatsz akármit. Tudod, mi lesz a következmény? Ha ezen nem lenne aranykor, akkor ezt a bolygót szétrobbantják. Hoppá. És tudod miért? Mert ezt a bolygót meg akarják szerezni mások. Méghozzá olyan negatív entitások, akiknek a fentiek, mint pozitív entitások nem akarják átadni. És ezek a negatív entitások, ezek a kis létszámban a Föld mélyén vannak. Okay? Nem véletlenül tanultál ilyet, hogy pokol, meg menj. Okay? A mennybéliek a pozitív entitások, a pokolbéliek pedig a negatív entitások. És annak is megvan, amikor tanítom ezeket, a pontos menetrendje, hogy hogy kerültek ezek ide, ezek a negatív entitások a Föld mélyére. És mi a tervük avval kapcsolatban, hogy hogy szerezzék meg a bolygót. Például úgy, hogy megveszik pénzért az emberek lelkét. Pénzzel az emberek lelkét. Tehát megveszik pénzzel, anyagiakkal, úgy is lehetne mondani, az emberek lelkét. Oké? Okay? Csak a fentiek ezt nem hagyják, többféle formában is, de legvégső esetben az történik, hogyha itt nem lenne aranykor, akkor ugyanúgy, mint a Mars és a Jupiter közötti bolygót szétrobbantották, jól emlékszem, Marduknak hívták, és a Földet is szétrobbantják, utána összefogdossák a lelküket, kiviszik az univerzum szélén létrehozott Földhöz hasonló bolygóra, és ott élnek tovább kőkorszakról indulva. Kivétel azok természetesen, akik megtették azt, amit meg kellett tennie, azokat pedig viszik egy olyan bolygóra, ahol már aranykor van. Oké? Okay? Tehát van egy párhuzamos univerzumban lévő bolygó, amelyen már aranykor van. Jó? Tehát az egész aranykor, egész emberiség fejlődés az egy kísérlet volt. És méghozzá egy több millió éves kísérlet. Ez a hetedik emberiség ezen a Földön. Lehet, hogy hihetetlen dolgokat mondok, de gondold végig, melyik a hihetetlenebb az, hogy egy életed, egy halálod van,
Vagy az, hogy van benned egy olyan lélek, amely halhatatlan. Melyik a jobb neked? Melyik a jobb neked? Nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel. Érted? De melyik a jobb neked? Az, hogy elmúlik minden, mikor meghalsz, vagy ez az életed, ez csak egy részlete az egész létednek. Melyik a jobb? És melyik a jobb? Az, hogy mindent az anyag köré kell koncentrálnod, és mindennek az a lényege, hogy az anyag a legfontosabb itt a bolygón, vagy az a legfontosabb, hogy fejlődj. A szellemiség a legfontosabb. Melyik a legfontosabb? Érted? Tehát, hogy kikerülni ebből a... Miért vagy itt? Hát, hogy megtapasztalt a szenvedést. Minden ember ezért van, hogy megtapasztalt a jó és a rossz közti különbséget. Érted? Hogy különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. Tehát, hogy fölkerülünk egy magasabb létformába, ott nem cselekedhetünk úgy, hogy nem tudjuk, mi a különbség a jó és a rossz között. Érted? Hol tapasztalnád meg ilyen intenzíven máshol? Tehát a fenti létformában nem tudnád ilyen hamar megtapasztalni. Tehát gondold végig, hogyha az fentiek nem tudnák azt, hogy egy élet során ezt meg lehet csinálni, akkor nem így alakították volna ki az egészet. Tehát ők tudják azt, hogy egy élet során ezt meg lehet csinálni. Én pontosan tudom, hogy ezt egy élet során meg lehet csinálni. És lehet, hogy például az is furcsán fog hangzani, hogy én a Sirius B-ről jöttem. Oké. Pont azért, hogy segítsek az embereknek. És ha lehet, hogy az is furcsa lenne, hogyha te valaha érezted azt, hogy akarsz szellemileg fejlődni, érted? Akarod tudni az élet értelmét, meg a stb. Ilyen dolgokat, akkor te sem régóta vagy itt a bolygón. Oké? Okay? De mondom, azért nem emlékszel, mert minden tudást, mielőtt leszülettél, kivették. Miért? Mert egy csomó negatív emlékképet hoztál volna, hogy ne hozzál semmit a múltból. És akkor ugye miért lett különböző életünk? Mert különböző életünk volt az előző életünkben. És ahhoz választottál családot, amit az előző életedben megéltél, és egy olyan családot, hogy megéld azokat a negatív emlékképeket a családodon keresztül, amit neked meg kell oldani itt ebben az életedben. Érted? Bármi probléma van, amit életedben nem tudtál megoldani, vagy most van, amit nem tudsz megoldani. Tudod, miért van? Hogy megold. Érted? Tehát ezeket mind bevállaltad, mielőtt leszülettél. És akkor melyik a jobb? Ha tudod azt, hogy mi miért van, vagy ha azt tudod, na, én ilyen pekes vagyok. Hát melyik a jobb? Gondold végig. Jó, tehát kicsit túlmentem az időn, most ránéztem. Ezzel letakartam az órát. Szóval a lényeg az, hogy lehet, hogy mondtam meredek dolgokat, gondolkozz, az a lényeg. Én úgy változtam meg ezen a téren, hogy nekem melyik a jobb. Az a hiedelem, amit tanítottak nekem, vagy azok az új információk, amiket kaptam. Érted? És rájöttem, hogy az új információk azok jobbak nekem, mint amit. És akkor onnantól kezdve ez volt a változás alapja, ez a pont. Amikor el tudtam dönteni, hogy az, hogy mit tanítottak nekem előtte a történelemről, meg különböző dolgokról, meg az emberiségről, meg az ember működéséről, meg az élet működéséről, kit érdekel? Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mit tanulok olyat, ami teljesen logikus. Érted? Ami teljesen logikus. Tehát semmit nem fogsz tudni tőlem olyat, tehát nem fogsz tudni olyat tanulni tőlem, ami nem logikusan végigvezethető. Érted? Amiben nincs benne azok a lépések, azok a logikai lépések, amin végig tudsz menni, és azt tudod mondani, hogy teljesen logikus. Persze ez komplett képzéseket kell hallgatni. Nyilvánvaló. Most gondold végig, abban mi a logikus, hogy van egy ember, amely sokkal fejlettebb, mint bármelyik élőlény,
itt a Földön, és elmúlik. Érted? És elmúlik. És az állatok, csak egy dolgot mondok, az állatok a fajokon belül hasonló körülmények közé születnek. Gondold bele, mit tudom én, egy róka, most mindegy, hogy hol születik, hasonló a körülmény, csak nem állatkert, de egyébként hasonló körülmény. A növények hasonló körülmények közé teremnek. Érted? Mondom, megnézed az összes állatot, most mindegy, hogy a cápa az Föld egyik felén, vagy a másik felén születik, hasonló körülmények közé születik. És az ember miért nem? És az ember miért nem hasonló körülmények közé születik? Miért van akkora különbség az ember születése között, egyes ember születése között? Nagyon egyszerű a válasz, mert nem egyforma volt az előző életed. Érted? Logikus a válasz. Mert ha egyforma lett volna az előző életünk, vagy nem lett volna előző életünk, akkor az lenne az igazságos, hogy mindenki egyforma körülmények közé születik, nem? Nem logikus? Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Nagyon jól összeutal, még így 4 évet omlok itt, de ebben a formában szerintem még nem hallottam ezt az előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem tanulni itt a PPH-ba. A előadás alatt végigpergeteltem az életem, és arra emlékszem, hogy kisgyerekkoromban arra gondoltam, vagy azt éreztem, hogy vagy úgy éreztem kisgyerekkoromban is, hogy tehát szerettem volna boldogabb életet élni, mint a szüleim, pedig tehát én nem mondhatom, hogy rossz családban születtem. De voltak azért megéléseim, és tehát azt gondoltam, hogy majd én az életemben egy boldogabb családi életet fogok megvalósítani. Egy darabig működött is, de utána volt egy hullámvölgy az életemben, amiről a Miklós beszélt, azt megéltem. Tehát, hogy tényleg az embernek, hogyha lemegy a hangulata, vagy olyan élethelyzetbe kerül, akkor nem tud gondolkodni. És abban az élethelyzetben hoztam olyan döntéseket, amit hát mondhatom talán, hogy 1-2 évtizedben tellett, mire kijavítottam őket. És igazából, mikor elkezdtem tanulni a PPH-nál, folyamatos, ugye egyrészt az előbb említettem már azt is, hogy most egy másik játszótéren játszok, és az előző játszótéren ott már felismertem, hogy a játékszabályok azok nem igazságosak, nem értettem benne az összefüggéseket. A tanulásom által megértettem azt, hogy kellene működni. Először is a régi téves tudásokat kellett kijavítani, másként gondolni azokat a dolgokat, amiket megéltem, megtapasztaltam, illetve ahogy működtem. És talán a mostani időszakban jutottam el odáig, hogy ha jó hangulatban vagyunk, tehát itt látom az óriási különbséget, hogy milyen lehetett volna az embernek az élete, amikor nincsenek problémái, tehát hogy milyen boldogságot tud megélni, és tud segíteni, tehát mikor egy másik embernek tudsz segíteni, vagy azért dolgozol, azért teszel, hogy egy másik embernek is jobb élete legyen, felismerje ő is azokat a szabályokat, vagy törvényszerűségeket,
amik az univerzumban vannak, ugye ezek nincsenek törvénybe foglalva, és mégis működnek. És tehát, hogyha valaminek a hatására nem megy le a hangulatom, tehát akkor olyan boldog életet tudok élni, amit tehát egész eddig életem folyamán, lehet, hogy talán csak kisgyerekkoromban tapasztaltam meg, de most ezt élhetjük, és ez óriási boldogságot eredményez számomra. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, aki még nem kapott elég nagy pofonokat, hogyha önszántából nem fog nekiállni tanulni, akkor a fentiek tesznek róla, hogy ha itt a helye és velünk együtt kell dolgozni, akkor jön, ha nem, akkor meg majd meglátja, hogy mi lesz a következmény. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy álljon neki tanulni, ismerje meg ezeket a játékszabályokat, és éljen boldog életet. Én szeretem. Jacint nagyon sok mindent elmondott, de én is így gondolom, illetve nem csak gondolom, hanem tapasztalom is. Tehát mi, akik már itt tanulunk, nekünk sokkal keményebbek ezek a pofonok, azt hiszem mondhatom így. Tehát, hogy nálunk már ez úgy működik, hogyha olyan gondolataink vannak, hogy tehát valami olyan negatív bárkivel kapcsolatban, akkor biztos, hogy fejbevernek képletesen. De nem úgy képletesen, hanem tehát, hogy biztos, hogy valamit kapok érte, tehát már nem engedhetjük meg magunknak. Mi tényleg az életünket most már arra tettük fel, hogy embereknek segítsünk, és tehát már azt az életet éljük, amikor elengedtük azt, hogy anyagiakért dolgozzunk. Ez nem azt jelenti, hogy anyagilag dúskálunk a javakban, hanem azt jelenti, hogy van hitünk abban, amit csinálunk, és ezért folyamatosan megjutalmaznak minket. Tehát ez egy másfajta életszemlélet, egy másfajta életmód, de most már hát februárra már egy éve lesz, hogy mi így élünk, és ez nagyon jól működik, és nagyon jó érzés, hogy rengeteg embernek tudunk segíteni, és a mi célunk az, hogy segítsünk. Ahogy Miklós mondta, én is úgy éltem a gyerekkoromat, hogy már gyerekkorban is azt gondoltam, hogy valami értelme biztos van az életemben, és ahogy egyre idősebb lettem, mindig az volt bennem, hogy nem lehet, hogy az életem az csak ennyi lesz, hogy most megnőttem, gyerekeim vannak, dolgozom egy kicsit, és majd meghalok, és akkor mi értelme volt ennek az egésznek? Tehát mindig kerestem azt, hogy és mi van e mögött, vagy mi van ezután, vagy mi az értelme. És most, hogy így élünk, most látom az értelmét. Amikor a csapatunkban látom az embereket, hogy hálásak a segítségünkért, és én is nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, Szedlacsik Miklósnak, hogy tudunk segíteni, és emberek életét tudjuk megváltoztatni ezáltal pozitív irányba. Szerintem nincsen ennél nagyobb öröm, és tulajdonképpen elismerés azoktól, akiknek segítünk. És ezt a hálaérzetet megérezni, ez semmivel nem összehasonlítható. Én is azt javaslom, hogy aki még nem tanul, az tanuljon, mert a lelki fejlődésünkért jöttünk ide, erre a földi létünkre, és ez itt egy nagyon jó hely. Tudom mindenkinek javasolni, ezt már tapasztalatból mondom, és adjátok tovább másoknak is, hogy itt van egy ilyen hely. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én is úgy éreztem, hogy valami maradandó, vagy valami olyat kellene alkotni itt a Földön, ami jó lesz az embereknek. És tehát Szedlacsik Miklós tanításaiban találtam meg azt a
azt a vezettetést, vagy tulajdonképpen amikor azt az előadást hallgattam, hogy magyarok szerepe vagy küldetése az aranykorban, tehát ott értettem meg, hogy miért van bennem ez az érzés. És tehát az ő tanításai által tudok más embereknek segíteni, és azt tapasztalom, tehát tényleg hasonló helyzetekben az emberek tényleg úgy viselkednek, tényleg ilyen problémákat kapnak, és tehát azokból csak segítséggel tud kijönni. És hogyha megnézzük a történelmet, tehát tulajdonképpen a tudást titkolták el előlünk, illetve üldözték azokat az embereket, hogyha visszagondoltok, a tudó embereket, akik a tudást képviselték, és ők is mind egyszerű emberek voltak, akik élettapasztalat alapján tudták, hogy hogy működik az élet. De őket elüldözték. Úgyhogy aki boldogabb életet szeretne, tényleg tanuljon, és szerezze meg azt a tudást, tapasztaljon, és meglátja, hogy mennyivel boldogabb életet lehet élni. Tehát én nem gondoltam volna, hogy milyen változás tud lenni az ember életében a tudás által. A szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik.